Parmala Csepel. A legtöbben, akik több-kevesebb joggal csodálkoztak azon, hogy a táblázat élén a Csepel áll, azt mondták, hogy na majd Székesfehérvár után meglátjuk. Menj utána, Balázs! Hagyod, hogy cselezze! Rósa. Zombori lépett ki. Tóth mögül, illetve nem is Zombori, hanem Tyukodi. Egyelőre lökni sem tudják, még mindig az övé. Ez jó, Jakab lövőhelyzet, inkább cselez, Jakab átemeli, és gól. Az első esemény rögtön egy gól, méghozzá a 35. percben. Tyukodi jött előre, Jakab a 16-oson belül, még csinál egy cselt is, és aztán elpörgeti a labdát Disznó Péter fölött. Véri végzel a szabadrugás, keményen belövi, és így a rossz a bíró, a hagyja kimegy, így veszélyes, mert Oldi elé ütötte a labdát. Horváth, sokott a Csepeli nagyon, Bekő, beemeli belsővel, szépen csúsztatta ki Tyukodi. Zimmermann hozza a labdát, jó beadás, ott marad, és gól! Rósa a gólszerző, Zimmermann hozta be a labdát, beemelte, Rósa ott maradt, lepattant a labda, és átugrott bíró fölött. Már nem kellett beleérni. Egyenlít a Parma alatt a második félidő 8. percében. Bancsa legurítja csak. Puskás, Jakab nincs les, elgurítja és a második gólját szerzi. Ismét megszerezte a vezetést a Csepel. A Lancsa gyorsan elvégezte a szabadrugást, Jakab elé kerül a labda, nincs les, és Jakab magabiztosan gurít el Disznó Péter has alatt. A második félidő 32. percében 2-1 a Csepel javára. Szekeres fejel egy gyertyát. Toldi. Szerelik. Szekeres indulhat a bal oldalon. Gubcsó, aki most állt be. Jön ki Disznó Péter, elkotorják, Szekeres emeli föl. És gól 3-1. A második félidő 42. perce. Gubcsó majdnem gól szerez, Disznó Péter nagyon jól jön ki, de Szekeres elé kerül a labda, aki nem kapkodja el, lágyan megemeli. 3-1-re vezet a Csepel.